Remélhetőleg a legtöbb ember mára már túl van azon, hogy három épületet két repülőgéppel nem lehet lebontani, különösen akkor, hogyha mindegyik úgy van tervezve, hogy ellenálljon ennek. Persze azt is tudom, hogy a legtöbben leragadnak ezen a szinten, vagy az ezt követő néhány szinten, amikor az igazság kutatásáról van szó, ilyen szint lehet többek között a HARP, a védőoltás hoax, vagy például az, hogy a vízhez hozzáadott Ipari hulladék, mint a florid, az hasznos lesz az ember számára. Ezek után azonban már keményebb diók jönnek, és a legvége az lesz azok számára, akik megpróbálnak tudás alapján eljutni a végső igazsághoz, hogy át kell haladniuk az ajtókon, melyek megjelennek egy kutatás során előttük. Az emberek túlnyomó többsége azonban soha nem lesz képes áthaladni az összes ajtón, hiszen ezek egyre inkább próbára teszik azt a világképet és azt a világnézetet, amit kialakított bennünk a társadalom, a különböző programok segítségével. Programok úgy értem, mint oktatás, tudomány, politika, szórakoztatóipar vagy a média. A lapos Föld, illetve az, hogy a Föld nem egy gömb, az a legtöbb ember számára mindig is nagy falat lesz. Ezt én megértem, és nem is hibáztatom őket ezért. Ez a videó azoknak szól, akik megértették ezt, akik elfogadták, hogy a náz a hazudik, hogy a Föld nem egy gömb, és remélhetőleg kezdik megérteni, hogy az, amit a régebbi korok alkimiának, vagy mágiának hívott, az ma tudományként funkcionál a mi életünkben, és alakítja több milliárd ember világnézetét. A lapos föld azonban ugyanúgy csak egy lépcső ezen az úton. A végcél nem az, hogy megértessük az emberekkel, hogy a föld lapos. Teljesen mindegy, hogy a föld lapos, vagy háromszög alakú, vagy éppen gömb. Ha valaki nem jut el addig, hogy ezt a világot egy teremtő készítette, és ő az, aki ezt felügyeli, és számunkra egy utat jelölt ki, és őt érdekli az, hogy mi történik velünk, és szeretne közelebb kerülni hozzánk, akkor ugyanúgy vesztegeti az idejét, mint az összes többi ember, aki soha nem jut el idáig. Ezen kívül még egy fontos dolgot szeretnék megjegyezni, amit a következő néhány újságcikk szerintem egyértelművé fog tenni. Az pedig az, hogy egy háború zajlik két oldal között, és az ellenség felhasznál mindent. Az ő céljainak elérése érdekében a lapos föld és az azt körülvevő mozgalom nem kivételez aló. Remélhetőleg nagyon sokan meg fogják érteni azt, hogy az a világ, amelyről ezek a videók szólnak, gyakorlatilag a küszöbön áll. És mint mindig, azok, akik azt mondják, hogy tudják az igazságot és értik a világot, felelősek annak alakításáért. Azt, hogy valaki tudja és érti a világot, azt nem kell bizonygatni, hiszen az látszani fog a cselekedeteiből. Ez volt az a cikk, ami elindított ezen az úton, hogy egy videót készítsek erről az egészről. Ez a Világlátó Hírmagazin, ami egy állítólag egy magyar közösség, és a cikk így szó hatalmas dobásra készülnek a magyar laposföldesek. Ami a legfontosabb, és a cikk olvasása nélkül is, szerintem a legfontosabb ebből az egészből, az azok a tag vagy cím szavak itt alul, amelyek felbukkannak. Különösen az utolsó három összeesküvés, pszichológia és rasszizmus. Mindegy, hogy milyen jelentéktelennek tűnik a hír, vagy az oldal, vagy annak szerzője, mindegyik része a programnak. A média szerepe, hogy a programot közvetíti az emberek agyába. A hivatalos forrás lényege, illetve a megbízható forrás lényege az, hogy onnan jobban elfogadja és befogadja az ember a programot. Rögtön a cikk elején láthatjuk, hogy a lapos földesek, az összeesküvés, pszichológia és rasszizmussal egy helyen szerepelnek. Annyit hozzátennék, hogy én nagyra becsülöm azok munkáját, akik vezetik ezt a mozgalmat Magyarországon, és bár személyesen nem ismerem őket, de így online tudom, hogy kikről van szó, és tudom, hogy nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ez a mozgalom teret nyerjen, és eljusson minél több emberhez. Szóval a célja a videónak nem az, hogy őket lejárassam, vagy még jobban a sárba tapossam, mint ez a cikk. Sokkal inkább az ellenkezője. Inkább azt szeretném bemutatni, hogy a viselkedésünk és ahogy hozzáállunk a dolgokhoz, annak komoly szerepe van abban, hogy el tudjuk-e juttatni az üzenetet más emberekhez. Különösen a kommunikáció és az online kommunikáció. Még egy dolgot hozzátennék, ez a mozgalom, ha, ha valaha teret is nyer, amit én erősen kérlek, szerintem nem fog soha ez a mozgalom, úgy, mint mondjuk az evolúciónak a tagadása, amit az, hogy az emberek látják már most, hogy az egy nevetséges teória. Soha a laposföld nem fog így teret nyerni. És ha, ha teret is nyer, az ellenség, az elit és azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, fel fogják használni a saját céljaikra, mint ahogy minden mást is felhasználnak. És ebben a cikkben is ez történik, de ha valaki követi az eseményeket a világban, akkor látja, hogy az a spirituális mozgalom, ami hozzá csatlakozott, a laposföld, Elmélethez és igazsághoz, az csak egy újabb zsákutcába vezeti azokat, akik már eljutottak addig, hogy elfogadják ezt az utolsó és talán a legnagyobb hazugságot. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy azok, akik nyilvánosan vállalják ezt a harcot, hatalmas segítség annak érdekében, hogy az igazság terjedjen és eljussanak az emberek a mai világból, az álomvilágból a teremtőhöz. Még ha nagyon kevés ember is jut el, de ez mindenképpen egy nagyszerű szolgálat. Úgyhogy köszönet nekik. Azonban nézzük meg, hogy mi az, amit írnak erről az egészről. A magyar lapos földhívők igen jól állnak, kísérleteik jó részéhez Dubajból kapnak pénzt. A mozgalom alapítója kérdésünkre nem tagadta, tavaly nagy mennyiségű kábítószer miatt vették őrizetbe. Lendületben van a laposföldesek elméleteivel küzdő tudományos ellenmozgalom is. Azt nem tudom, hogy a cikk írója mire gondol, ez a tudományos ellenmozgalom 500 éve uralja a világot. Mindenkit így programoztak a kezdetektől fogva, úgyhogy nyilván elég nagy lendületben van. Azonban az első két mondat érdekesebb szerintem. Mindig úgy fog megjelenni a laposföld, mint egy primitív ötlet, vagy egy középkori gondolat, ami visszavisz minket az időben, ami egy ostoba elmélet vagy egy ostoba hozzáállás, és ezen mi már túlhaladtunk legalábbis a fejlett és civilizált világ nagy része. Azonban mindannyiszor, amikor azt mondják ránk, hogy ostobák vagyunk, vagy nem tudjuk, mi zajlik a világban, vagy visszafelé megyünk az időben, az egy nagyszerű dolog. Hiszen első korintusiakhoz hármas fejezetben így ír e, Saul az apostol, senki se csalja meg magát a valaki, azt hiszi, hogy bölcs, ti köztetek e világon! Bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Mert e világ bölcsessége, bolondság az Elohim előtt. Azaz mindaz, amit ez a világ állít, mint tudomány, mint, mint tény, ismeret, vagy mint bölcsesség, az mind mind a nullával egyenlő. Ostobaság. És ha valakit érdekel, ez a kifejezés mória, butaság, ostobaság, bolondság, vagy értetlenség. Az ostobából, az esztelemből, a bolondból vagy akár a hülyéből ered. Buta, bárgyú vagy bomba. E világ bölcsessége bárgyú Elohim előtt. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy mit mond a világ, mindaddig, amíg mi ellene megyünk, addig tudjuk, hogy jó úton járunk. Így folytatja a cikk, a Balaton vize vízszintes, tehát a föld is lapos, állítják a lapos föld hívők. A mozgalom magyarországi vezetőivel beszélgettünk, de megkérdeztünk igazi kutatókat is gyakorlatilag minden mondattal, minden egyes lehetőségnél lealázzák azokat, akik részt vesznek ebben a mozgalomban, és erre számítani lehet. Mondom, a legnagyobb haszon ebből az egészből az, hogy maga az elmélet kint van most már a köztudatban, és egyre több embert el fog vezetni a teremtőz. Ezen kívül semmi más értelme nincsen, hiszen ezt soha nem fogják az emberek tömegével elfogadni. Nézzük, hogy hogyan foglalják össze, hogy mit hisznek a laposföldesek. A világunk áldott életőből, búrával fedett, gyönyörű, mozdulatlan koronga végtelenben. Égitestek, gravitáció, világűr, ősrobbanás, evolúció, csillagok, űrsonda, műholdak mindezzel a háttérhatalom eteti az emberiséget. A háttérhatalom a laposföldesek szerint a zsidóság elitjéből áll, de a magyar változat munkatársai szerint a zsidókat egy még náluk is gonoszabb szervezet, a Vatikán irányítja az emberi civilizáció kezdete óta. A világűr drog, amivel a háttér háttérhatalmisták szívatnak minket. A probléma az, hogy sajnos nagyszerűen összefoglalja, ahogyan a legtöbb lap, úgymond laposföldes kommunikál a többi emberrel. És ez a borzasztó az egészben, hogy az, ahogyan a kommunikáció zajlik az interneten, napi szinten, az ide vezet, hogy ez az, amit le lehet szűrni az egészből. Úgyhogy azt akartam csak ezzel bemutatni, hogy fontos lenne az, hogy megértsük, hogy civilizált módon kellene megnyilvánulni minden témáról, hiszen különben azonnal teret adunk a támadásoknak, ami amúgy is hatalmas a felület, ahol támadhatnak, de ha a kommunikáció ilyen szinten zajlik, akkor, akkor még inkább. Itt hozzáadnék egy dolgot maga, a tény, hogy arról beszélnek, hogy a dubai felsővezetők laposföldhívők, hívők és benne vannak és szponzorálják ezt az egész dolgot, hogy a ráktérítőt, meg az antarktiszt, vagy mit tudom én, mit körülrepüljék, ez számomra gyanús. Én elmondtam számtalanszor már, hogy a világ összes kormánya együtt dolgozik, és ezek az emberek ugyanúgy benne vannak, mint mindenki más. Nem mondom, hogy azok, akik itt, itt ezt reprezentálják, benne vannak ebbe, de a tény maga, hogy a dubai vezetők támogatják ezt, az gyanús kell, hogy legyen mindenkinek. Az mindenképpen egy érdekes fejlemény. Nagyszerű amúgy a két válasz, amit ennek a Pugyuta személynek, aki az interjút készítette, válaszol, hogy tisztában kell lenni az alapvető fizikai fogalmakkal, és nem érzi -e azt abszurdnak, amit mond. És ugye erre a kérdés az, hogy egy hatalmas labdán élünk, ami száguld az űrben, ez nem -e abszurd? Illetve különösen, amit ezután hozzátesz, hogy megtanult az iskolában, és már természetesnek tekinti, mint oly sokan, de ez csak egy hit, egy dogma. Meg kellene különböztetni a hitet a tudománytól, és mi éppen ebben fogjuk segíteni az emberiséget. Úgyhogy ez a része ezzel teljes mértékben egyetértek, és a legtöbb embernek szerintem ez túl sok lesz felfogni, hogy az, amit ő tudománynak hisz, amit ő tényleg elfogad, az nem más, mint alkémia és mágia, ami az emberiség kezdetei óta létezett. Hogyha visszamenne, és hajlandó lenne az időt rászánni, hogy megnézze, hogy mit ír a Kabala, a Misna, a Zohar, a különböző Héber misztikus írások, de akár a Hinduizmus vagy a buddhizmus mit tanít, akkor az mind-mind erre vezethető vissza, hogy a Föld egy gömb, az atomok és ezek a fogalmak egyáltalán nem újdonság. Minden, amit leírtak régen, ma véletlenszerűen tudományos tény lett. Nem azért, mert így van, hanem azért, mert ez az, amit el akartak hitetni velünk. A legtragikusabb válasz azonban az összes közül talán az, amikor felteszi a kérdést, hogy a Guardian cikke szerint a laposföld mozgalom szinte már új vallás, az elméletleg van is ilyen töltete, igaz? És ez az, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlanék. Teljesen mindegy, hogy az ember hogyan jut el a széles kapuhoz, és a kárhozathoz a végén, hogy melyik úton sétál le, hogy, hogy mennyit tud az igazságból, hogyha a végén céltévesz. És az, hogy azt mondja, hogy felismertük, hogy hogy teremtett a világ, én úgy vélem, hogy magunknak teremtjük azt. Álmodjuk a világot, egy interaktív hologram mátrixban élünk. A lelkünk szingularitásban van, ahol nincs tér, sem idő. Teljesen mindegy, hogy melyik hazugságot hiszi el az ember, a hologram mátrixot, a reinkarnációt, a hindút, a keresztényt, a buddhistát. Hogyha nem jut el az igazsághoz, akkor az egész hiába való. És ez az, amiről beszéltem az elején, hogy megtudják az emberek, az igazságot a lapos földről, és ennek ellenére tévejeknek tovább a világban. És nem rossz indulatból mondom, sokkal inkább, mint figyelmeztetés. A hologram matrix, az, hogy mi alakítjuk a világot, meg az inkarnációk, ez ugyanaz a hazugság, amit mindegyik másik vallás árul, csak egy másfajta köntösben. Ugyanaz a hazugság, hogy nincsen bűn, nincsen következmény, és a halál után az ember csak egész egyszerűen része lesz a nagy mindenségnek, vagy visszatér ugyanide. Ez a hazugság az, amit minden egyes vallás terjeszt. Akkor minek jussak el a laposvöldig, ha aztán visszakanyarodok ugyanoda, ahhoz a hazugsághoz, ahonnan eljöttem, csak most azt mondom, hogy mi egy nagy programban élünk. Az egyetlen dolog, amit az ellenség akar, az az, hogy ne jussunk el oda, hogy van bűn, és nekünk bocsánatra van szükségünk, és ez megtörtént, és ez maga a megváltó és a belévetett hit az, ami által az ember eljut az élethez. A hologrammátrix nem más, mint egy újabb hazugság, amely félrevezeti az emberiséget. És a legtragikusabb, ahogy mondtam, az, hogy az ember eljut addig, hogy minden hazugság, a lapos föld az igazság, és hogy az evolúció egy hoax, és ennek ellenére beveszi azt, amiről olyan szabadkönyvesek, mint Elon Musk beszél reggeltől estig, hogy a világ egy, egy hologram, vagy a világ egy program. Vagy olyanok, mint Stephen Hawking, akiről tudjuk, hogy az egész jelenség maga a karakter egy bábú, egy hoax. Vagy, Neil deGrasse Tyson, erről beszélnek reggel estig, hogy a világ egy hologram vagy egy program, és ennek ellenére ebbe belesétál valaki, aki eljut eddig a szintig. Ez az, ami igazán tragikus. Az, hogy hogyan kommunikálunk, és annak milyen következménye van, még annyit hozzátennék, amiről már szó volt korábban, hogy a kommunikációnk az mennyit is számít, és főleg abban, hogy hogyan ítélnek meg minket a világban majd, és az, amit mi képviselünk. És mindaddig, amíg így reagálunk a Facebookon olyan emberek kérdéseire, akik érdeklődnek vagy segíteni szeretnének, addig egyszerűen nincs esélyünk. Mivel ez egy olyan támadási felület, ez egy olyan magas labda, amit mindig le fognak csapni. Az, hogy a csoportot utána később bezáratták, nem tudom, hogy így volt -e, vagy nem, de azt állítja Polc Péter, aki szintén egy, egy nevetséges karakter az interneten, de a lényeg az, hogy hogy való igaz, hogy a kommunikációja az emberek, nem a mondani való. A mondani való igaz, azzal nincsen probléma. Azzal van a probléma, ahogy az ember átadja azt. Hiszen végül a feladatunk nem az lenne, hogy embereket ide gyűjtsünk ehhez az igazsághoz, és vezessük tovább az úton, ahogy mi járunk. Akkor miért nem ezt csináljuk? Miért próbálunk támadni embereket, és miért járatjuk le magunkat? Ez a legfontosabb. Ha mondandó, járatja le az embert, azzal nincsen probléma. A stílus, az amivel probléma van. Innen ettől a kommunikációtól utána már egyszerű tovább haladni, és azt mondani, hogy a chemtrailben is hisznek, ami egy újabb összeesküvés elmélet, azután olyan dolgok, mint a léleksebészet, ami ugye a hologram teória, meg ez a minden Isten dologgal függ össze, meg az inkarnációval, azok után az, hogy mindegyik tudományágat tagadják, és végül el, eljutunk odáig, hogy oltás ellenesek is, és vírusok sincsenek Szerintük Ezek persze tények, ezen nincs is probléma. A lényeg az, hogy a kommunikáció elhiteti azokkal az emberekkel, akik ezt nézik, hogy ezek az emberek primitívek azért, mert úgy nyilvánulunk meg. A cikk azzal fejeződik be, hogy meddig vicces és mikortól veszélyes egy ilyen mozgalom. Úgy látszik, a laposvöld elmélet lencseként gyűjt össze furcsa gondolkodású, talán sérült személyiségeket. Ugye ez már nem, ez természetesen az ellentábor válasza. Lehet egy pontig nevetni rajtuk, vagy sajnálni őket, az viszont már nem vicces, amikor a társadalomra veszélyt jelentő nézeteket terjesztenek, mint az tagadás, vagy népcsoportok, emberek megbélyegzése, ellenségnek kikiáltása. Ezt akartam mindenképpen azok tudomására hozni, akiket érdekel a téma, akik részt vesznek ebben, hogy hát ha mindannyian tanulunk belőle, és megpróbálunk úgy kommunikálni a világgal, még akkor is, ha az üzenet fel fogja kavarni az embereket, hogy azzal legalább ne adjunk teret ilyen jellegű támadásokra. Még néhány dolgot villámgyorsan megjegyeznék és ez nem csak ezekről az emberekről szól, hanem mindannyiunkról, beleértve magamat is természetesen. De mindenkit, aki az igazságot próbálja hirdetni legalábbis, amiben hisz, azt az igazságot. Ezt írja cikk, aki a magyar lapos földesekkel kezd foglalkozni, hamar belefut a mozgalom másik központi karakterébe, szitok készlete árnyalt, és változatos, aki nem hisz neki, azt ugye így ilyen szavakkal illeti, de előszeretettel hívja még ilyen neveken is vita partnereit. Természetesen ő sem volt mindig laposföldes, korábban az egyéb extremitásairól hírhet, Molnár F. Árpádért rajongott hasonló hevülettel itt olvasható egy nyilvános levelének része, önéletrajzi adalékokkal. Szóval fölösleges támadási felületet adni a viselkedésünkkel. És hogyha valóban eljutottunk az igazság megismerésére, és még egyszer mondom, nem változunk azzal együtt, mint személyiség, akkor mi az, amit tulajdonképpen csinálunk? De a másik dolog az az, ahogyan írnak magáról a laposföld, laposföldes mozgalomról úgymond, és szerintem érdekes lehet mindenki számára a nyelvezet, és akik figyelnek és ismerik a korábbi videókat, és az, hogy merre fele haladunk, azok látják, hogy hogy ez pontosan beilleszkedik abba az irányba, amikor mindenféle igazság, extrémitás lesz, vagy pedig gyűlöletbeszéd. Amit a Teremtő megkíván tőlünk, az az, hogy átalakuljunk az ő képmására. És ez a folyamat nap nap után halad, és ebben nekünk aktívan részt kell vennünk. Ha haladunk az igazság felé, akkor egy nap el fogunk jutni oda, hogy igenis van egy teremtő, és ő azt akarja, hogy az ő rendszere szerint éljünk. Nap-nap után meg fogja velünk ismertetni ezt a rendszert, és vezetni fog minket saját maga felé. Mindaddig azonban, amíg nem jut el ide valaki, az igazság az pusztán információ, és nincsen jelentősége. Remélem, hogy hasznosak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!